lekezeti szinten a modernkori baptizmus az 150 évre tekint vissza. A kiegyezésig nagyon nehéz lett volna bármilyen protestáns közösséget létrehozni, de egy Meyer Henrik nevű német bibliárus 1873-ban érkezett Pest-Budára, és az ő Magyarországra érkezésétől eredeztetjük azt a baptista közösséget, ami most aktív és él. Meyer Henrik volt az első lelkipásztor, azóta nagyon sok lelkipásztor volt itt, most az utóbbi 16 évben én szolgálok ezen a helyen, és hát egyrészt nagy megtiszteltetés, másrészt nagy felelősség ilyen elődök nyomdokában járni. 32 éves korában érkezett Magyarországra, és ő nem gyülekezetet alapítani jött, hanem Bibliát árusítani. És azok az alapelvek, amelyeket ő képviselt a feleségével, annyira meghatározók számunkra is, mint gyülekezet számára, hogy ma is megállnak. Például az első az volt, hogy ő nagyon komolyan hitt abban, hogy az Isten igéje életeket változtat meg. Fölismerte valahogy az időknek a jelét, hogy most már lehetőség lenne közösségeket alakítani. Felismerte, hogy ha valaki meg is tér a Biblia olvasása kapcsán, ha nincs egy olyan közösség, ahol tartozik, akkor ez előbb-utóbb elhalványul. Tehát indította egy közösséget, és ráadásul úgy, hogy összeszedte először azokat a gyerekeket, akikkel szinte senki nem foglalkozott. Megvette ezt a telket, ahol most vagyunk, akkor még ez egy ilyen mocsaras rész volt, és itt egy olyan épületet álmodott meg, vagy tervezett meg, ami akkoriban Magyarországon templomként még ilyen nem volt. Ez a baptista közösség egy időben ketté is szakadt. Ez a szakadást az utókor számára sok tanulsággal jár, hogy inkább az egységet keressük, amiben egyek vagyunk. A II. Világháború vége felé egy bomba esett az épületre, átszakította még a födémet is, és a pincében landolt, de az volt a gondviselés, hogy nem robbant föl. És új indulás kezdődött nem csak az építkezésben fizikailag, hanem lelkileg is, hiszen a gyülekezetünk egészen eddig német nyelven zajlott alapvetően, bár voltak magyar tagok is, 45-től viszont változott, és minden magyar nyelvű volt, és összvisz csak talán 13-15 taggal indult a II. Világháború után ez a picin kezdet. Új dologként vezette be a négy szólamú éneklésnek a gyakorlatát, hogy a közösség szinte minden tagja része legyen az éneklésnek. Ez is egy korszakalkotó, de azt is fölismerte, hogy milyen fontos, hogy legyen egy nyomda. Itt ezen a helyen működött egy nyomda. Aztán ügyes volt abban is, hogy megtalálta a kapcsolatot nem csak az egyszerű emberekkel, hanem sokat kilincselt a parlamenti képviselőknél is. És nagyon nagy része szerepe volt abban például, hogy a vasárnapi kötelező munkavégzés megszűnjön, hiszen vasárnap az ide a gyülekezethez tartozó nagyon sok inas vagy ilyen helyeken dolgozó nem tudott eljönni már, mert dolgozniuk kellett. Álljunk fel! Az évtizedek, vagy most már másfél évszázad alatt kialakult gyakorlat szerint minden életkorban levő gyermekek, felnőttek, idősek otthonra találjanak, hogyha valakinek segítségre van szüksége, akkor az megkapja, ha valakinek közösségre van szüksége, az tudjon kapcsolódni másokhoz. És nyilván mindezek mögött is alapvetően az a legfontosabb cél, hogy Istennel találkozzanak az emberek. Egy olyan igét, egy olyan üzenetet hoztam, amit maga a megváltó, az Úr Jézus Krisztus mondott: ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Igyekeztünk arra, hogy ne csak egy rendezvény, vagy ne csak egy ünnepé legyen ennek a megünneplésére, hanem az egész évet megpróbáltuk úgy előkészíteni, megszervezni, hogy minden korosztály és minden ember, aki valamilyen szinten kapcsolódik ide a gyülekezethez, ő be tudjon kapcsolódni, részt tudjon venni. Ebben volt itt helyben is ünneplés volt, amikor elutaztunk, táboroztunk együtt, és nagyon sokféle formája volt. Azt gondolom így utólag, hogy ez a része jól sikerült, hogy sokféleképpen tudtunk így emlékezni. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged.
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Foglaljunk el. Az 50-es évek végétől a gyülekezetünk igazából csak a nagy termet, meg egy kis termet használhatott, az épületet államosították, és hihetetlen lerobbant állapotban kaptuk vissza, egy új indulás lehetőségét kaptuk ezzel. A gyülekezetnek is nagyon izgalmas volt ez a terület, hiszen a visszakapott lehetőség nagyon nagy teher is volt. Volt olyan vélemény, hogy az egyik szárnyát célszerűbb lenne lebontani és parkolót csinálni, és akkor valahogy a gyülekezet föleszmélt, és azt mondta, hogy ha 150 éven keresztül itt Isten igéjét hirdették, és itt missziós alkalmak történtek, akkor próbáljuk meg újjáépíteni. És elindult egy újjáépítési folyamat. A szimfonikus istentiszteletnek tulajdonképpen az a célja, hogy egy ilyen hidat építsen, hiszen az új énekek vagy az új stílusú énekeket is feldolgozták szimfonikus zenekarra, és akkor így együtt tudunk énekelni. A gyülekezetről készült könyv szinte történelemkönyv, tehát a történelmi eseményekről, valóságról szól, de nagyon őszintén, tehát a kudarcokról, hibákról, tévedésekről is ugyanúgy számot ad, mint a sikerekről, a jó eredményekről, arról, hogy mennyi csodát élt át ez a gyülekezet. Egy korábbi lelkészünk, dr. Gerzsenyi László, amikor itt volt lelkipásztorként, akkor megkértük arra, hogy próbálja összeállítani a gyülekezetünknek a történetét, ami valójában sok tekintetben az egyház történetét is lefedi. És nagyon komoly kutató munkával összehozott egy hatalmas anyagot, és valójában ez a könyv szolgáltatta az alapot és a segítséget a mi generációnk számára, például, hogy ezt az idővonalat megalkossuk és lássuk, hogy mik is történtek, elővegyük és folytassuk azt, ami jó, és tanuljunk a múlt hibáiból. Elmúlt évben Balatonszabadiban vehettünk egy telket, ugye ez az első telek, amit most vagyunk, ez pedig a második, ahol egy ilyen gyermektáborozásra alkalmas táborozóhelyet szeretnénk kialakítani. Meyer Henrik, aki így elődünk volt, annyira világosan megfogalmazott célokat tűzött ki, és hogy a gyülekezet ezek mentén tudott fejlődni, és hogy mennyire jók voltak ezek a célok, azt bizonyítja, hogy a mai napig ezek nekünk is fontosak, tehát a mostani generációnak is ugyanezek az értékek, az Isten imádása, az Isten igéjének való engedelmesség, a közösség építése, ápolása, a misszió, az, hogy másoknak segítsünk azokkal az értékekkel, amiket Isten nekünk adott. Tehát ezek mind olyan értékek és célok, amiket ő annak idején megfogalmazott.